Örültégiséget, kedves bajtársak! Ez a Kavel Game Channel, én Raptor vagyok, és mint ahogy láthatjátok ismételten egy újabb játékkal, a Floodland-del, remélem jól ejtettem ki, érkeztem itt nektek. Sajnos azért nem jelentkeztem hamarabb, mert egy eléggé jó kis betegség ledöntött a lábamról, és most is még azért elég rekettes szerintem a hangom, mint ahogy halljátok is. Úgyhogy már most vettem magamon annyi erőt, hogy megpróbáljam ezt a játékot, hogy nektek egy kicsit ugye kipróbáltuk, a sorozaton belül megnézzük együtt, hogy milyen is. Ugye a játék maga az Early Access. A lényege ugye, hogy egy ilyen klánt kell úgymond, klánnal kell úgymond egy várost kiépítenünk. Ugye a klímaváltozás által romba döntött világban, mint ahogy itt láthatjátok a háttérben, és ugye a vízszint megemelkedik, és nagyon kevés ugye a talpalatnyi talaj, úgymond, amin meg tudnak élni az emberek, úgy kevés a nyersanyag. És ugye ebben a világban kell nekünk úgymond egy ilyen kis kolóniát kialakítani, illetve versenyezni a többi klánnal, akik majd ugye lesznek, illetve kultúrákkal. Ezt ugye majd meg fogjátok látni. Hát gépigényét tekintve a minimum az ugye 8 giga RAM, GTX 1060-as, ugye vagy ezen egyenértékű AMD, illetve 30 giga szabad helyet mond a játék. Úgyhogy majd megnézzük, hogy amúgy ez mennyire indokolt, tehát hogy mennyire szép a grafika is. Az ajánlott viszont ugye egy Intel i7-6700K-s, vagy ezzel egyenértékű AMD, 16 giga RAM, RTX 2060, vagy ezen egyenértékű úgy AMD. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesz szép a játék. Ugye egyelőre Steamen elérhető maga a game. 30, hát 29,99, ugye, tehát az ára. Tehát, hogy azért nem is kevés, ahhoz képest ugye, hogy Early Access. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit fog hozni, mit tud mutatni. Ugye november 15-én jelent meg, úgyhogy azt nem mondtam el. Ugye azért is szerettem volna egy kicsit hamarabb ezt bemutatni, de hát ez sajnos közbeszólt. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, és akkor jó szórakozást, és kíváncsi leszek, hogy nektek mi a véleményetek magáról majd a játékról. Kezdjünk is bele, ugye egy új game, mint olyan. Itt tudunk nehézségi szintet állítani, úgy látom, hogy itt különböző dolgokat, de ezt, szerintem ezt maradjuk az alapon. Hoppá. És azt, hogy itt vannak ugye különbözőféle klánok, ugye, mint ahogy írja is a játék. Ugye mindegyiknek különbözőféle specializálódása van, úgymond, tehát ugye itt láthatjátok, hogy mit és hogyan csinál. Ugye kisebb sztori leírva. Nem. Hát ez itt a speedre megy. Crime effektet csökkent. Hát ez nem egy rossz dolog. Hát nem tudom. Legyen ez. Csak hogy ne húzzuk itt az időt, hogy itt válogatok a klánok között. Úgyis csak most belenézünk, kipróbáljuk, hogy milyen maga a game. Tehát, hogy mit nyújt. Milyen a grafika. Mi az, amire esetleg számítani kell, vagy éppen nem. Oké, nyomjuk meg a bármelyik gombot. Jó, kapunk videót. When I was 15, I buried my sister with my own hands. Some think the event was the cause, but it all began long before. I remember the times of confusion and strife. I heard the silence that drowned the screams. The event, it was simply the final blow. Some say those in charge failed us. Others, that we are all to blame. But we dwell too much on what's behind. I say, let's focus on what lies ahead. And ahead, I see hard-working hands building houses. I see strong backs carrying food.
halls that greet newcomers. I cried when my sister died. And now we mourn our friend as she is taken by the water. Mm-hmm. But tomorrow, I don't fear tomorrow I'll be crying. Because I know if we make it, we can all sit back and laugh. Jó volt a kezdés. Oké. Itt vannak a kis telepeseink. Úgyi tippek. A VSD, igen, ezt tudjuk, ezt ismerjük. Igen. Ugye meg tudjuk állítani, illetve el tudjuk indítani az időt. Mint hogy mondta a játék, ugye tudjuk mozgatni, illetve kizumolni a dolgokról. Mit nem mondja, a grafika ügyileg lehet, hogy lehetne jobb is. Nem sokat látunk még magából a világból. A háttér viszont egész jól néz ki, tehát azt szerintem jól meg van csinálva, hogy ilyen lepusztult az egész, úgy ködös a történet mindenhol. De jól látom, víz van. Aha. Jó. Ezek vagyunk mi. Új kezdés. Szervusz, kérlek. Oké. Search and Explorer. Jó. Aha. Ezt meddig lehet kiküldeni őket? Ja, tehát van egy bizonyos távolság, úgy látom. Ott víz van, azt mondja. Akkor menjetek. Jaj, többet is tudunk. Aha. Jó, hát akkor így létsz így a környéket, tehát azt így. Azt így nézzük meg, hogy mi van. Kösz. Mehettek. Gondolom kell kaja is. Ezt úgy látom, nem tudjuk leszenni. Ez sem. Vannak itt madaraktól kezdve minden, amit akarunk. Ott, ja, oda mennek majd felfedezni. Igen, és akkor most, hogy ott vannak. Felülnek egy ilyen flérgent. És látjuk, hogy mi van ott. Nagyon jó. Hát, víz. Az van. Ezt nem tudjuk használni. Ezt. Menjél oda, légy szíves. Meg ide is. Ezt nem tudjuk. Ezt viszont tudjuk. Mert kaja az biztos, hogy kelleni fog. Nem tudok többet. Jó. Han írja is, hogy kaját kell gyűjteni, jó. Lehet figyelni kellett volna a feladatot is. Vigyed be a kaját! Mi lenne, ha megpörgetnék egy picit? Hogyha ad majd mást is a játék. Hogy kidúrják? Oké. Kaptunk egy csomó cuccot. Most tudtunk volna behívni embereket, ha lett volna elég kajánk? De akkor ezt lehet, hogy elég kajára kellett volna menni. Jó, követjük a tutoriát. Tudok egyszerre többet kijelölni, nem? Itt majd lesz építkezés, mert ide ugye az még nem nyílt meg. Nagyon jó. Még mindig öt. Örögjetek föl gyorsabban.
Gondolom erre valami házikót csak fogunk kapni, nem? Megvan a kaja. És megvannak a plusz emberek. Tovább. Van itt még valami influence pont, tudományos pont, úgy itt, hogy mekkora a community size, maga a klánunk, úgy itt a kaja az nő folyamatosan. Vigyétek be fel a cuccot. Ezt is össze tudjuk szedni, hát összeszedjük akkor ezeket is, biztos kelleni fog majd. Small storage. Tudjuk upgrade-elni a cuccot. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk telepakolni kajával ezt a cuccot. Hát nem nagyon van korlát, vagyis nem nagyon ír. Csak munkásokat ír bele. Ezt még nem tudjuk, és... Gyertek össze, gyerünk! Hát se tudunk... Ez sem, semmit nem tudunk, csak ilyen szemetet tudunk uberálni. Ez jó lesz. Gyertek be a fát. Víz. És vizet honnan tudunk szerezni? Oké. Totál populáción 20, oké. Egy new research. Azt mondja, hogy upgrade-eljük a cuccot. Itt van a technológia. Na ez vajon hogy működik? Mert itt mutat egy ilyen körbenyilat, meg van itt egy ilyen belső rész. Ez megvan. Ez is megvan, vagy hogy van ez? Ó! Ja, hogy így? Oké. Okay. Small storage. Azt mondta, hogy ez kell nekünk, de ezt ki is kutatjuk. És ki is kutatnánk. Lenne elég cucc. Hát akkor ezt kéne még összegyűjtögetni, nem pedig a fát. Szemetet. Dolgozzatok, pupákok! Oké. Okay. Jó. Hogy ahhoz kell, oké. Okay. Tehát most ezt föl fogják upgrade-elni. Lehetne egy picit jobban is bezoomolni szerintem. És ennek van egy területe, amin működik. Range 70. Uh-huh. Oké. Okay. És akkor visszahordják a cuccot? Ezek ilyen hajléktalanok most. Aha. Adtunk egy research pontot. Mit kell kikutatni? Kutassunk! Na mégis nem olyan rossz. Így most így elsőre a játék. Szerintem hangulatos. Tenteket. Hát még is ilyen kis házakat kell nekik adni. Ezt gondolom a Survive-nál lesz. Field kitchen. Rá is tudunk zoomolni. Ja, meg van itt lejjebb is. Meg oldalra is. Oké, okay, nem kicsi. Növekedés. Adé. Tent. Oké. Okay.
Azt mondjuk, hogy ez legyen meg. Mondjuk ez egy kicsit fura, hogy nem megy végig a csík. Tehát így félig azt hittem az előbb, hogy oda még majd kell valami. De hát akkor nem, csak... Szörcsölt ki, tesó. Ezt meg nem tudjuk még, tehát el kell odáig jutni. Ezeket kell összeszedni, ebből baromi sok kell. Csak ötöt tudok letenni, ez viszont zavar. Húszom lesz, oké, majd ezt mindjárt meg fogjuk oldani, ezt a problémát. Csak kelljenek föl is dolgozzanak egy picit. Miért csak ötöt tudok, amikor tizen vannak? Mert elmentek a hajót is... ...csesztetni, úgymond. Nem, jöhet. Viszik ezt a... ...whisky foodot. És ugye nagyon jó. Vigyetek még be kaját, meg nem akarom, hogy meghalljátok itt nekem. Oké, van elég cuccunk. Aha, itt tudunk izét letenni ilyen storage-et. Nagyon jó. Szerintem a pálya szélét kezdjük el megtölteni ezekkel a tentekkel, nem? Ez csak egy ötlet, vagy inkább itt mellette. Az a baj, nem tudom melyik, hogy úgy mit, hova érde, hova lenne érdemes lepakolni. Vagy hogy kell-e utat kihagyni nekik? Ez, hogy például ez így jó-e? Például. Mondom, azt megépítitek, oké. Kaptunk egy csomó kutatási pontot. Igen. Na várjál. Construction building, building. Ajajajajajajajajaj, várjatok, 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 várjatok. Nincs elég ilyen cucc. De itt úgy látom, hogy ezek újra termelődnek, mert itt egyszer már begyűjtöttem, az biztos, meg itt is. Gondolom, ahogy hozza a szél, vagy a hullám, vagy a víz, vagy csak úgy magától. Itt hogy fogunk majd átmenni? Kell hajó, vagy... Nyomunk egy explorert. Mit szóltok hozzá? Nem fogunk, mert nincs. Oké, ezt nem tudjuk. Ezt viszont igen, úgyhogy ezt légy szíves csinálni. Van még ilyen hajó? Ezek a hajók, ezek egész jók. Van valami halacska. Ilyen hajót még dobhatna a játék. Tudunk összeszedni cuccot. Oké, erre nem tudunk tovább menni. Hogy kívül vagyunk a storage engine. Ez csodálatos. Itt víz van. Végig víz. Itt víz. Itt is víz. Itt nincs víz, hogy ide el tudunk jönni. Oda is menjetek el, léci. Köszi! Menjünk tovább. Oké, és akkor itt mondta, hogy eztet kellene kikutatni. Ez háromba kerül. Aha. Az így mög van. És akkor itt pedig clean water, meg víz.
Indok. Meg Water Steel. Szerintem ez a kettő kell. Ez a fordítsa. Mindegy, az biztos, hogy mondta, hogy ez. Meg ez. Igen. Túlélés. Vizecske. Igen. Ide le tudjuk tenni. Akkor oda. Oda így lepattintunk egyet. Egyelőre. És ezt... Oké, és hogy? Ez jackpot. Oké. Az elkelt. Jelvileg most nincsen homeless-ünk. Nincs elég nyersanyagunk se. Földerítettétek is srácok a cuccot? Igen. Itt vannak emberek, meg valami kulcsot is adnak, de ezt kéne összeszedni. Menjetek oda is. Ezeket... Azokat kéne összegyűjteni, fiúk. Lehet, hogy csak kéne építeni még egy ilyen karaktár épületet. Ott is van egy. Ez közel van. A grafika egy kicsit olyan... Jó, ó, itt is van egy csomó cucc. Nagyon jó, én meg itt kihagytam. És több kaja. Hello? Mi ezt felfedezik? Nagyon jó. Jó. Pörgessük meg az időt. Legyen. Legyen, 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 legyen. És itt két emberrel is kezdett dolgozni, ugye? Mint ahogy látjuk. Akkor az megvan. Ebből viszont lehet le kéne tenni még egyet. A víz az csak legyen, nem? Tudom, mondjuk ide, vagy ide. Úgy lehet letenni többet is. Legyen itt, legyen itt. Legyen elég. Minél több, annál jobb. Opa, bocsánat, elnézést. Elnézést. De többen vagyunk, több sátor kell. Jó, ezt most hogy forgattam így a hello? Én ezt nem akartam így elforgatni. Így jó volt. A jó megszokott állásban nézzük a dolgokat. 8. nap. Még élünk. Még élünk, és mondanám, hogy virágzunk, de nem. 18 research pont. Studyt. Studyt kell letenni. Jó. Azt is meg fogjuk csinálni. Nekem ezek a nyersanyagok, ezek zavarnak. Én szedjétek ki a nyersanyagot, jó? Mert az nagyon kellene. Mi ez a kulcs? Lockpicks. Vannak ilyen elrejtett dolgok is akkor ezek szerint? Itt van egy csomó szemét. Mondhatja, hogy majdnem mindennel úgymond interaktálni tudunk. Tehát, hogy ezt is, a lámpát is, tehát tényleg elég sok mindent, a fákat, tehát, hogy mindent ugye el lehet úgy takarítani, úgymond az útból. Úgy ki tudjuk használni a vizet is. De ugye ez a szemét, ez nagyon kevés most. Ezt miért nem csinálják tovább?
Lomáztok, research limit. Jó, akkor van limit. Jó. Kaja az viszont fogy. Hogy támogat? Oké. Tehát akkor itt most kell valamit kezdeni a... Mert nem nagyon akarják behozni a cuccot. Úgyhogy... Exploration... Small storage. Ide nem tudom letenni. Ide viszont igen. Ehhez mi kell? 300 darab ilyen lókolbász. Az pont nincs. Tudom priorizálni? Ez lesz a top. Ó, amit is be tudjuk gyűjteni. Én szedjétek össze ezeket a cuccokat, léci. Nagyon kellenének. Tudok oda menni. Ide se. Mit csináljuk már? Nem tudok visszavonni cuccokat, de... Oké. Aha. Tehát nem tudunk innen kijebb menni. De akkor hogy jöttek el ide? Hogy mi van? Jó, hát ezt nem nagyon értem. Ah, itt van egy kicsi, az Istennek. Itt is van. Lehet, hogy itt a kutatásba rá kéne menni. Mit mond? Hát itt kéne építeni, jó? Akadémia. Jó, építsük meg, de nem tudom megépíteni. Mert nincs hozzá cuccam. Elrontottam. Oké, ezt visszavonjuk. De így se tudom begyűjteni. Azért az kívül van a range-en. Oké. Okay. Ezek a nyersanyagok, ezek baromi fontosak. Ezeket nem lehet csak úgy szórni a világba. Már ezt is tudjuk. Rendes kajánk az van. Tehát ezzel, itt írja, hogy mennyi per mennyi. Jó. Rendes kaját, azt szedjünk össze. Nem szeretném itt, hogy elputkoljanak az embereink. Kumicsónakkal leveznek ki. Minek? Tudjuk renoválni. Ó. Ez jó. Tudja a kaját, azt nem, ezt kiszedtük, ugye ezt nem tudjuk. Hát most úgy megfeneklettünk egy kicsit, mert ugye ezt nem érjük el ebből a táborból.
Oké, minden esetre érdekes lesz a dolog. Úgy itt még mindig vannak hajléktalanjaink. Oké, tehát ez a szűk keresztmetszet. Hogy állunk? Tudományos? 6 darab. Hát jó. Hát jó csepp. Ezen kívül már nem tudunk felfedezni. Hát mindenképpen közelebb kell küldeni valahogy az embereket. Ide hiába küldöm ki. Elég kevés nyersanyagot ad a játék. Hogyha azt nézzük. Nézzük ezt. Ez volt. Lehet. Survive. Aha, oké. Tehát még mindig nem tudom, hogy Shellfish Farm. Build Kitchen. Igen. Ez oké. Baromi sok minden van itt. De valahol csak a survive-ba kéne, hogy legyen, szerintem. Ennek a cuccnak, de itt még nem tudunk tovább haladni. Hello? Azt hittem mindig, hogy ezek a nyersanyagok hamarabb újra fognak teremni, de ez nem így lett. Get your using. Aha. Research facility? Nem. Várjunk csak, és... Shortinghat. Mutassuk csak ki. Aha. Hát ez termelni ki nekünk a cuccot. Csak ez kéne 150 darab ilyen cucc. Amink ugye nincs. Tehát most ki fogják oda hordani az nyersanyagot. Az oké. Okay. Csak itt én ezt már nem érem el. Meg ezeket sem. Sajnos. Tehát ezeket én már nem érem el. Ugye ez most félkész állapotban van. Mi van akkor, hogyha ledombolunk valamit? 75-öt visszakapunk. Bocs fiúk, de nekem most erre szükségem van. Úgy. Sorry. Sorry srácok, de tovább kell menni.
Nagyon jó. Na, szedjétek ki onnan azt a nyavaját, gyorsan, azt haladjunk tovább. Így nem látunk semmit a játékból. Field kitchen, persze. Nincs rá pénz, elfogyott. Ezzel hagyjatok. Ezt kéne kifarmoljátok, mert nincs ilyen cucc. 65 növekszik, nagyon jó. Csökken a víz, de nő is a víz. Rossz kaja. Jó, tehát terjeszkedni mindenképpen csak is kizárólag ezzel tudunk. Ugye ezt le kell tegyük, és akkor utána tudunk úgymond tovább menni, mert azon belül bizonyos dolgokat tudunk. De kell egy ilyen study is. Azt letesszük ide a vízpartra. És én szerintem elég sokat ki tudunk most itt termelni ahhoz, hogy végre tovább menjünk. Mert ez 200... Akárhogy is számolom, tehát ez 600-nak kell legyen. Úgyhogy hordjátok ki szépen, srácok. Eddig megpörgetjük az időt. Nem gondoltam ezt, hogy így... És a víz is, mintha így kevés lenne. Ezért eléggé ugrál föl le a... Kaja meg ezek. Nektek mi vagyatok van? Ez a felkiáltója. Tehát, hogy ti sírtok, hogy hosszú, ezért jó, hát akkor legyen gyereknap. Hopp, ott azt is ki kéne, meg ezt is ki kéne. Meg itt ugye azokat is ki kéne, meg itt ezt is építik, de nem az lenne a fontos most. Vagy lehet, hogy pont az lenne a fontos, nem pedig ez. Lázunganak. Ebből lehet, hogy lázadás lesz majd rögtön az első vizékörbe. Tehát itt tanulunk a játéktól. Talán túl sok feladat van kiadva, az így nem lesz jó. Ezt mindig elizélem. És bennem a 27-ben 50, tehát a házakat kezdik el hamarabb építeni, nem pedig azt. Jó, hát ezt felejtsétek akkor el. Egyelőre. És oda kéne átcsoportosítani a nyersanyagokat. Léci. Hát a víz az hagyjad is. Tehát az nullos. Kész. Atyám békén. A kaja is fogy. Wow. Aha. Oké. Okay. Mondjuk azt nem értem, hogy a játék hogy gondolta, hogyha követjük a tutoriált, akkor... Pedig még kettő víz, hogy hívjunk is van, és kevesen vagyunk. Kevésnek bizonyulunk. Lement 25-re. Én nem értem ezt a vizet, hogy ez hogy kell. Most a kaja lement. Ez elvileg idő. Tudjuk áttenni a két. Lehet, hogy nagy lett a populáció, tehát lehet, hogy ezeket nem kellett volna behívni. Akkor más lett volna. Na, hát ezt sikeresen elrontottuk így a kezdést, már rögtön az elején a játéknak. Mert... Szerintem... Ez ugye nincs felpriorizálva, de mégis odahordják a nyersanyagot, nem pedig ide.
Plusz lehet, hogy nem kellett volna ennyi embert beszippolyozni magába a kolóniába. Úgyhogy a kezdés az nem volt egy határozott. Tehát így első ránézésre a játék az, hát a grafika nekem annyira nem győzött meg. A elgondolásba van, szerintem, tehát így maga a játék, mert meg az elgondolás az nem lenne rossz. Picit a tutoriál az lehetne jobb is, szerintem. Már lehet, hogy én voltam egy kicsit figyelmetlen, hogy még nem vagyok teljesen százas. Ezt már nem tudjuk összeszedni, azt még viszont igen. Ezeket is, azt meg igen, a másikat már nem. Igen. Tehát ők itt egy kicsit boldogtalanok is pluszba. Úgyhogy, ja. Tehát így első ránézésre. Most így kipróbáltuk a játékot, rögtön el is buktunk. Sajnos. Vagyis hát én úgy érzem, hogy ez bukta. Picit máshogy kell majd építkezni, meg másra kell odafigyelni. Most már nagyjából tudjuk, hogy itt ezt a cuccot, ezt elég hamar ki kell szedni. Akkor össze tudjuk szedni ezeket a drágaságokat itt. Több nyersanyag. Ha nem álltunk volna meg, tehát ha tudtunk volna tovább terjeszkedni, akkor szerintem meg tudtuk volna nézni jobban is a játékot, de most szerintem így ezt látom, hogy ez bukta lett. Úgyhogy, srácok, kíváncsi vagyok nektek, mi a véleményetek a játékról, és még egyszer elnézést, hogy kicsit ilyen rekettesen, félbetegesen még itt próbálkozok, de nem akartam, hogy továbbra is kimaradjanak ugye a videók. Úgyhogy várlak vissza benneteket legközelebb is, addig is további szép napot nektek, Ali-hali, sziasztok!